Ferenc pápa történelmi utazása Egyiptomban. A katolikus egyházfő és az egyiptomi főimám elítéli az Isten nevében elkövetett erőszakot. Az egyiptomi merényletek áldozataihoz szólt a pápa, itt a római riportokban. Ferenc pápa röviddel 11 óra után hagyta el Rómát, hogy eddigi pápai látogatásainak talán egyik legkényesebb és egyúttal legjelentősebb útjára vállalkozzon. Nem sokkal 2 óra előtt érkezett meg a gépe a kairói nemzetközi repülőtérre, ahol az ország vezetősége fogadta őt, valamint jelen voltak a katolikus és kopt egyházak képviselői is. Nem sokkal ezután a pápa az elnöki palotához utazott, ahol államfőnek kijáró ünnepélyes tisztelettel fogadták. A 2 delegáció formális köszöntései után Ferenc pápa zárt ajtók mögött folytatott beszélgetést Abdel Fattah al-Sisi egyiptomi elnökkel. Ezzel a lelkesedéssel fogadták Ferenc pápát az Al-Azhar Egyetemen. Ez az egyetem a szunnita muszlimok legfontosabb teológiai központja, akik a muszlim világ 80%-át teszik ki. A főimám Ahmed al-Tayeb, aki az egyetem rektora is egyben, az auditoriumba kísérte a pápát. Mindketten beszédet mondtak a nemzetközi békekonferencia résztvevőinek. A résztvevők közt számtalan vallási felekezet képviseltette magát, így a muzulmán felekezetek, az egyetem tanárai és a diákjai. A főimám pár perces néma csendet kérte a terrorizmus áldozatai emlékére. Ahmed al-Tayeb beszédében kifejtette, hogy az iszlám nem a terrorizmus vallása, és megköszönte a keresztény közösségeknek, hogy támogatják azokkal szemben, akik azt állítják, hogy a muszlimok terroristák. Ezek után a pápa és az imám megölelték egymást. Ezek után Ferenc pápa szólalt meg, akit a béke pápájának neveztek el a muszlimok. Assalamu alaikum. Beszédében határozottan elítélte, hogy a vallásokat eszköznek használják fel. Arra szólította fel a vallási vezetőket, hogy védjék meg az igaz vallást. La violenza, infatti, è la negazione di ogni autentica religiosità. In quanto responsabili religiosi, siamo dunque chiamati a smascherare la violenza che si traveste di presunta sacralità, facendo leva sull'assolutizzazione degli egoismi anziché sull'autentica apertura dell'assoluto. Ferenc pápa elítélte az Isten nevében elkövetett minden nemű erőszakot. Siamo tenuti a denunciare le violazioni contro la dignità umana e contro i diritti umani, a portare alla luce i tentativi di giustificare ogni forma di odio in nome della religione e a condannarli come falsificazione idolatrica di Dio. Il suo nome è Santo. Egli è Dio di pace. Dio Salam. Ferenc pápa beszédét sokszor szakította meg taps, főként akkor, amikor arról beszélt, hogy a vallási vezetőknek elő kell mozdítaniuk a békét. Il nostro compito è quello di pregare gli uni per gli altri, domandando Dio il dono della pace.
incontrarci, dialogare e promuovere la concordia in spirito di collaborazione e amicizia. Beszéde végé konkrét tényeket kért a béke érdekében, mert szerinte a jó szándék már nem elég, és végezetül még egyszer elítélte a fegyverkereskedést. Oggi c'è bisogno di costruttori di pace, non di armi. Oggi c'è bisogno di costruttori di pace, non di provocatori di conflitti, di pompieri e non di incendiari. Di predicatori di riconciliazione e non di banditori di distruzione. A beszéd végén a pápa és a főimám újra megölelték egymást, miközben a hallgatóság nagy tapsal üdvözölte a történteket. Ferenc pápa egyiptomi civil hatóságok tagjaival is találkozott, köztük kormányzati és parlamenti képviselőkkel, nagykövetekkel és a diplomáciai testület tagjaival. Egyiptom elnöke Abdel Fattah al-Sisi megköszönte Ferenc pápának a látogatását, kihangsúlyozva, hogy ezzel is megerősítette az Egyiptom és a Vatikán közti kapcsolatokat. Az államelnök kiemelte, ahogy Szent József és Mária menedéket keresett és talált Egyiptomban, úgy ma is sokan keresnek és találnak menedékre az országban. Az elnök után Ferenc pápa arról beszélt, hogy Egyiptomnak stabilizáló szerepe van a jelenlegi zűrzavaros közel-keleti helyzetben. L'Egitto, che nello stesso tempo costruisce la pace e combatte il terrorismo, è chiamato a dare prova che al din lilao wa al watan lil jami. Come recita il motto della rivoluzione del 23 luglio 1952, dimostrando che si può credere e vivere in armonia con gli altri, condividendo con loro i valori umani fondamentali e rispettando la libertà e la fede di tutti. Ferenc pápa különös figyelemmel fordult a sínai térségből elmenekült keresztények felé, akik a virágvasárnapi támadásoknak az áldozatai voltak. Penso anche alle uccisioni, alle minacce che hanno determinato un esodo di cristiani dal Sinai settentrionale. Esprimo riconoscenza alle autorità civili e religiose e a quanti hanno dato accoglienza e assistenza a queste persone tanto provate. Penso altresì a coloro che sono stati colpiti negli attentati alle chiese cotte, sia nel dicembre scorso, sia più recentemente a Tanta e ad Alessandria. Ai loro familiari e a tutto l'Egitto vanno il mio più sentito cordoglio e la mia preghiera al Signore affinché dia pronta guarigione ai feriti. Ezek a támadások mind azt mutatják, hogy fragmentált formában ugyan, de az egész világ háborúban áll, ami ellen küzdenünk kell. Non si può costruire la civiltà senza ripudiare ogni ideologia del male, della violenza e ogni interpretazione estremista che pretende di annullare l'altro e di annientare le diversità, manipolando e oltraggiando il sacro nome di Dio. Végezetül arra emlékeztetett, hogy a keresztények jelenléte Egyiptomban az ország integritásának meghatározó része. Voi avete dimostrato e dimostrate che si può vivere insieme nel rispetto reciproco e nel confronto leale, trovando nella differenza una fonte di ricchezza e mai un motivo di scontro. Beszéde végén Ferenc pápa megáldotta Egyiptomot, a közönség pedig tapssal üdvözölte a gesztust.
Ez az ölelés Szent Márk és Szent Péter utódainak az ölelése. A kopt ortodox egyház pátriárkája így fogadta a katolikus egyház pápáját. Egy rövid személyes találkozó után mindketten beszédet mondtak. Második Tavadrosz kopt pátriárka kihangsúlyozta, hogy Ferenc pápa egyiptomi látogatása egy nagyon fontos lépés a népek közti testvériség ösvényén, de a különböző vallási felekezetek között is. Ferenc pápa az ökumenikus párbeszédet hangsúlyozta. Copti, ortodossi e cattolici, possiamo sempre più parlare insieme questa lingua comune della carità. Prima di intraprendere una iniziativa di bene, sarebbe bello chiederci se possiamo farla con i nostri fratelli e sorelle che condividono la fede in Gesù. Azt is kiemelte, hogy ezt a párbeszédet mozgathatják a két egyháznak a szentjei és mártírjai is. Quanti martiri in questa terra? Fin dai primi secoli del cristianesimo hanno vissuto la fede eroicamente e fino in fondo versando il sangue piuttosto che renegare il Signore e cedere alle lusinghe del male o anche solo alla tentazione di rispondere con il male al male. Ezek után Ferenc pápa, aki egy kopt mellkeresztet viselt, és második Tavadrosz pátriárka közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben ígéretet tesznek arra, hogy törekszenek a teljes kommunióra, közösségre. Ennek egyik külső jele az lesz mostantól, hogy ha valaki szeretne a másik egyház tagja lenni, akkor nem kell az illetőt újra keresztelni. Ezután a két egyházi vezető együtt vonult be a templomba, ahol ökumenikus imán vettek részt. Imájában Ferenc pápa minden keresztényért imádkozott. Señor Jesús, te pido que nos bendigas. Que bendigas a mi hermano, el Papa Tavadros II. Que bendigas a todos mis hermanos obispos que estamos aquí. Que bendigas a todos mis hermanos cristianos. Y que nos lleves por el camino de la caridad y del trabajar juntos hacia la mesa de la Eucaristía. Amén. Az ima végén a pápa tiszteletét akarta kifejezni az iszlám állam támadásának áldozatai előtt, amely 2016. december 11-én történt, és amelyben 29 ember vesztette életét, és 30-an sebesültek meg. Közösen imádkoztak az áldozatok fényképei előtt. Ferenc pápa virágokat helyezett el a helyszínen. Vacsora után a pápa kijött a nagykövetség teraszára, hogy üdvözölje azt a körülbelül 300 fiatal egyiptomit, akik azért jöttek Kairóba, hogy láthassák őt. Miután pár percet így együtt töltöttek, együtt is imádkozták el a mi atyánkot, mindenki a saját nyelvén. E adesso io vorrei darvi la benedizione. Ana dulati auguz aberekom. Ma prima ognuno di voi pensi alle persone che vuole di più. Lakin qabl al baraka kull wahid fikum yfakkar fi ash-shakhs aw fi al-ashkhas illi bihibbuhum aktar. Pensi anche alle persone che non vuole bene. يفكر كمان في الأشخاص اللي ما بيحبهمش قوي. In silenzio, ognuno di voi preghi per queste persone, per quelle che voglio bene e per quelle che non voglio bene. Ferenc pápa áldásával búcsúzott tőlük, és megáldotta azokat is, akikért imádkoztak. Viva l'Egitto! Feliahia mas! Másnap reggel, még a Szent Mise előtt Ferenc pápa egy másik teraszra lépett ki, hogy Egyiptom legfontosabb szimbóluma a Nílus folyó előtt imádkozzon.
pápa az egyiptomi keresztényekkel Kairó külvárosában, a légvédelmi erők stadionjában találkozott. A pápa egy nyitott elektromos autóban járta be a stadiont, hogy minél több emberhez kerülhessen közel. Mintegy 15 ezeren vártak rá, köztük sok fiatal. Amikor kiszállt a kocsiból, ezek a kis fáraók fogadták öleléssel. A pápa ezután szent misét mutatott be, a néhány évig Egyiptomban élt szent család képe mellett. Mélyen spirituális szertartás volt, sok arabul elhangzott imával. Szent beszédében ezt az örökséget hagyta az ország katolikusainak. Jól lehet, úgy tűnt, minden vallásnak üzent ezzel. Dio gradisce solo la fede professata con la vita, perché l'unico estremismo ammesso per i credenti è quello della carità. Qualsiasi altro estremismo non viene da Dio e non piace a lui. Non abbiate paura di amare tutti, amici e nemici, perché nell'amore vissuto sta la forza e il tesoro del credente. A szertartás alatt minden támadás áldozataiért és a világ menekültjeiért is imádkoztak. A résztvevők között voltak kopt keresztények és muszlim hitűek is, például az Al-Azhar Egyetemről, a szunniták legjelentősebb oktatási intézményéből. Az egyik elsősorban ez a muszlim asszony várt Ferenc pápára, a békéért jött imádkozni. Kill my husband in my eyes. 22 October last year. In my home, in my home, I want, in the world, please, peace, I want peace. Becslések szerint Egyiptomban 272 ezer katolikus van, a teljes lakosság 3%-a. Számuktól függetlenül ez a nap Ferenc pápával indokolt az ünneplésre Egyiptomban. Ferenc pápa a Kairó Mádi nevű város részében található kopt szemináriumba is ellátogatott, útközben több száz embert üdvözölve. Még egy kis matét is tudott fogyasztani. Ezt a különleges találkozót több mint 1500 pap, szeminarista és szerzetes számára szervezték. Desidero anche incoraggiarvi. Non abbiate paura del peso del quotidiano, del peso delle circostanze difficili che alcuni di voi devono attraversare. Noi veneriamo la Santa Croce, strumento e segno della nostra salvezza. Chi scappa dalla croce, scappa dalla resurrezione. Ezután Ferenc pápa rámutatott néhány olyan veszélyre, amellyel a megszentelt élet képviselői naponta szembesülhetnek. Hét kísértésről beszélt nekik. Il consacrato è colui che con l'unzione dello Spirito Santo trasforma ogni ostacolo in opportunità e non ogni difficoltà in scusa. Chi si lamenta sempre è in realtà uno che non vuole lavorare. A panaszkodás kísértése mellett Ferenc pápa beszélt azokról is, akiket lehúz a pesszimizmus, az irigység, akik önmagukat másokhoz hasonlítgatják, individualisták, cél, irány vagy identitás nélkül élnek. Említett egy másik kísértést is. La tentazione del faraonismo. Stiamo in Egitto. Cioè del indurire il cuore e del chiuderlo al Signore e ai fratelli. E la tentazione di sentirsi al di sopra degli altri e quindi di sottometterli a sé per vanagloria.
di avere la presunzione di farsi servire invece di servire. A pápa emlékeztette a jelenlevőket arra, hogy soha ne feledkezzenek el arról, amikor először találkoztak Jézussal, valamint kérte őket, hogy imádkozzanak érte. A mi atyánk elimádkozása után a találkozó zárásaként Ferenc pápa megáldotta a zarándokokat. Így fejeződött be Ferenc pápa egyiptomi útja. Al-Sisi elnök a kifutó pályáig kísérte, jó kedvel és erős kézfogással búcsúztak egymástól. Egyszerű búcsú az állami vezetőktől és a különböző keresztény felekezetektől. A pápa gépe délután 5 órakor hagyta el Kairót. Ezek a férfiak a Veritásnak, egy keresztény együttesnek a tagjai, amely 5 főből áll, és akiknek teljesen eltérő a stílusa. Műfajuk egyfajta egybeleg a modern és a klasszikus között. A csapat most indul egy 13 hónapos turnéra, hogy első közös lemezüket, amely a Veritas, azaz az igazság nevet kapta, terjesszék. Ez az első album nagyon jól mutatja azt, hogy kik vagyunk mi tulajdonképpen. Nashville, Tennessee-ben rögzítettük egy 45 tagú zenekarral. Fantasztikus a zenei minőség, és nagyon szépek a dalok is. Következő lemezükön sokkal több saját szerzeményt szeretnének majd megjeleníteni. Van pár teljesen eredeti számunk, és van természetesen hagyományos is, amiket mindenki ismer és szeret. Mi ezeket a magunk módján értelmezzük. Azt hiszem, hogy ez a lemez mégiscsak a Veritas igazi énjét mutatja meg. A mostani elkészült lemezük célja ugyanazt a küldetést hivatott betölteni, hogy Isten igéjét terjesszék minél szélesebb körben. We really have a three-dimensional message. A zenénknek hármas küldetése van, és ez a hit, remény és szeretet. De amit leginkább szeretnénk üzenetként közvetíteni, az a szeretet. Azt szeretnénk, ha a közönségünk tudná, hogy függetlenül attól, hogy honnan jöttek, hol voltak, Isten végtelenül szereti őket, úgy, ahogy vannak. A turné és az új lemez elkészítése nagyon pörgős időszak volt a Veritas életében. Az valósult meg ezzel, amiről évek óta álmodtak. Következő adásunkban a Szent Péter Bazilikában történt pap és diakónus szentelésekről számolunk be, itt a római riportokban.